Szent István király elsősorban számunkra szent, akinek a példája mindig is aktuális lesz, hisz a szenteknek a példája az, ha a múltba is történt, mindaz, amit tettek, amit hittek, a jövő felé mutat. Tehát így állam alapító királyunknak, tényleg szent királyunknak, aki megalapozta az államiságot, de ezáltal az egyháznak is egy nagyon kemény és szilárd alapot vetett azzal, hogy a hitét adta át. Elsősorban Szentfiának, de nem csak Szentfiának, hanem minden követőjének, minden alattvalójának, és ezt ünnepeljük, mert hisz ünnepelni gyűltünk össze Szent Istvánnak ezt az óriási művét, és számunkra is, egyháziak számára, minden hívő számára biztos, hogy nagy ünnep, pontosan ezért, mert a hitünkbe erősít meg minket az ő példája 1000 éven keresztül. Itt főleg Kárpátalján, úgymond szorványban élő, nem csak hogy magyar, de ugyanúgy hitbeli szorványban élő, hisz katolikusok kevesen vagyunk Kárpátalján. A többsége a szláv-tenger, illetve a ortodox vallás az úgy körbevesz bennünket, és az ő példája valóban így megtart bennünket katolikusnak is, meg magyarnak is. Ezt ünnepeljük a mai napon, és hálát adunk az Úristennek, hogy volt egy ilyen szentünk, és van egy ilyen szentünk a mennyben. Ezt köszönjük meg a Jóistennek.